Szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Örülök, hogy így összegyűltünk. És ma reggel eléggé meglepett, hogy Csongaszonim felkért, hogy én tartsak bevezetőt. Tulajdonképpen nem is igazán értek én a zenhez. Körülbelül 2,5 éve már, hogy ide járok, de még úgy érzem, hogy mindig kb. A zérótól nem sokkal sikerült eltávolodnom ilyen téren. Hát talán azzal kéne kezdenem, hogy kerültem ezzel az egésszel kapcsolatba, hogy miért jöttem el ide. Kicsit több mint 2,5 éve elkezdtem így nézegetni a videókat, és hát ugye kerestem valamit, ami segítheti az életemet. Hát előtte kb. Egy évig elkezdtem küzdősportolni, és hát ez nagyon nem jött be ilyen téren. Nem tudott letisztítani igazából, nem találtam meg benne azt, amit úgy kerestem. És ez tartott kb. Egy évig, aztán elkezdtem nézegetni a dharmabeszédeket. Kb. 3-4 hónapig nézegettem, aztán így rájöttem, hogy egy gyakorlat nélkül ez nem sokat ér, és akkor egyszer csak eljöttem egy március végi elvonulásra. Az egy 4 napos elvonulás volt, és akkor egyből láttam, hogy ezzel azért foglalkozni kell, és akkor és gyakorlatilag ekkor kezdtem el gyakorolni. És aztán jöttem egyszer, kétszer, háromszor, és talán a 4. elvonulásom az a 2 évvel ezelőtti 90 napos, és akkor tapasztaltam meg igazán, hogy milyen az, amikor egy közösségben úgy tényleg úgy érzi az ember, hogy sikerült beilleszkedni, meg barátokra találni, úgy igazából. Aztán véget ért ez a 90 nap, hát sokkal tisztább nem lett a tudatom, az biztos, de ez igazából csak rajtam múlott. És aztán hazamentem, ugye elküszködtem 3 hónapig, ugye tavaszt, és akkor döntöttem el, hogy akkor beköltözök a templomba. Ez volt több mint 1 éve, és gyakorlatilag azóta itt élek, egy pár hónapig voltam távol is, olyan 3 hónapot, és azóta próbálok gyakorolni. Hát ugye még mindig elég hullámzó ez az egész számomra. Még mindig van egy nagyon, nagyon sok belső feszültségem sokszor. Viszont segít a gyakorlat mindenképpen. Tehát ugye, ha nem segítene, ha nem érezném, hogy ez jó nekem, akkor nyilván nem lennék itt, mint ahogy ti sem. Hát talán akkor erről az elvonulásról beszélnék, hogy most ez miért olyan nagyon jó nekem. Na igen, szóval most jöttem rá arra, hogy milyen király is a kerti ház, mert ott lehet reggeli gyakorlat előtt énekelni, aztán esti gyakorlat után megint csak énekelni, és így most főleg az éneklés az, ami úgy érzem, hogy üt, mert ez a napi plusz 3-4 óra éneklés, amit így most így elkezdtem rátolni az egészre, ez így nagyon érzem, hogy működik, és hogy ezt csinálni kell, és így kevesebb alvás is elég. Viszont hát még mindig küszködök meditáció közben a bealvásokkal. Hát szépen lassan azt hiszem ezen is túl fogok tudni lépni. Még 1-2-3 év. Tehát ugyanezt tapasztalom Koan interjú közben, hogy akkor most akkor nem tudom megadni a választ. És már több mint 1,5 éve ugyanaz a Koanom, és mindig csak ez, hogy akkor ütök egyet a padlóra, és akkor nincsen semmi, mert gyakorlatilag nem jön semmi az égvilágon. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel mit kéne kezdeni. Amikor beköltöztél a templomba, akkor szóval ez egy borzasztó nehéz döntés lehetett otthagyni az egész előző életedet, és hogy mi volt az a pont, mi vitte erre rá? Hogyan tudtad ezt a döntést ilyen fiatalon meghozni? Hát igazából egyáltalán nem volt nehéz, mert ez volt az egyetlen, amit így láttam magam előtt, hogy akkor nem tudom még, hogy a világi életben mit kéne csinálnom. Aztán így igazából elvégeztem az iskolát, aztán dolgoztam pár hónapot, de még úgy fogalmam sincs, hogy kint mit kezdjek. És főleg ezért is jó ez a hely, hogy itt azért egyszer csak majd beugrik valami, főleg ha gyakorlom a mi a dolgom kérdést, ugye? Hát remélem. De nem volt nehéz igazából, főleg a családi helyzet miatt sem,
mert gyakorlatilag nem túl jó a családi kapcsolat, nem az igazi, és sok a veszekedés otthon, stb. Úgyhogy így az otthont elhagyni nem volt nehéz egyáltalán. És főleg egy ilyen helyre jönni nem nehéz, mert ez végül is egy paradicsom. Azért itt minden megvan, itt jó a kaja, jók a csajok, gyakorolunk is, meg kapunk egy csomó tanítást, úgyhogy így a döntés maga nem volt nehéz. Mi a legfontosabb dolog az életedben? Mi az a kettő-három legfontosabb, ha lehet kérdezni? Ha nem tudom, mi vagy esetleg gondoltuk ezen? Hát jó kérdés. Hát most az az első, hogy itt legyek és gyakoroljak, tehát nagyon, nagyon más, nincs is túl sok elképzelésem. Hát erre most nem tudok bővebb választ adni. Sajnálom. Mielőtt a zennel kezdtél volna foglalkozni, mit gondoltál a világról, hogy mennyiben változtatta meg a zene a világképedet? Hát azt hiszem egyrészt sokban, másrészt meg még mindig ragaszkodok sok véleményhez, meg elképzeléshez. Hát az tény, hogy amióta a zennel kezdtem foglalkozni, azóta kicsit nyitottabb a személyiségem, meg nincs annyi belső feszültségem. Hát azon kicsit szebbnek látom a világot is, mint előtte. Az elvonulásról szerettél volna még táncolni pár szót, és érdekelne is, hogy mi a tapasztalatod, miért jó ez neked, illetve mennyiben látod másnak akár az emberi kapcsolódásokat, akár az önmagadhoz forduló, az önmagadhoz való viszonyulásodat. Akár az elvonulás közben, vagy annak hatására általában. Hát az elvonulások segítenek mindig egy csomó hülyeséget félretenni magamba. Hát itt ugye nagyon könnyű, mert amikor elvonulás van, akkor mindenki nagyon kedves, meg jó hangulat. Nem is beszélünk sokat, és hát mindenképp sokat segít minden téren. És a magadhoz való viszonyod változott a úgymond a kinti és a benti templomi élet változása? Hát igen, határozottan változott. Azóta nem ostorozom annyit magam, hogy régi dolgok miatt például. Szoktál leborulni is azzal kapcsolatban, milyen tapasztalatod? Hát nekem az a tapasztalatom, hogy ami számomra működik, az a leborulás és éneklés. A ülés szerintem még mindig nem tudok rendesen meditálni. Az ülés közben például túl sokat mozog a tudatom, így sokszor össze-vissza. És ugye ez nem egyedi jelenség nyilván, de főleg a leborulás az, amit úgy érzem, hogy segít levinni az energiát tényleg fejből ide, és hát mindig nagyon frissítő. Ez az, amit ugye a leginkább működőképesnek érzek így a saját zengyakorlatomban. Talán azon a nevezetes 90 napos elvonuláson találkoztunk, és emlékszel, hogy akkor sokat kacagtál, és ez problémád is volt, hogy sokszor. Nagyon. Ki kellett rohajni, nem síró görcsét rád, mint inkább jelent, hanem és most is ez lesz. Nagy Isten, vajon valami poén, meg akkor itt valami, hogy mik voltak azok. Ja, emlékszek. Mondd, hogy voltam nem, akkor kíváncsi lennék egy-két ilyen kiváltókra. Ja, hát volt egy nagy poén, emlékszek, hogy az napokig ott volt a fejemben. Egyszer azt a fürdőszobába sütötte el az egyik életén, most nem mondok nevet, és akkor ő azt mondta, hogy most akkor, ha vége lesz az elvonulásnak, akkor alapít egy szerzetes rendet, aminek az lesz a neve, hogy Kálvin János kis testvérei. Nem tudom, hogy miért, de ez nagyon beütött akkor. Egyébként nem tudom, hogy sikerült ezt félretenni, mert tényleg nagy probléma volt ez az állandó röhögő görcs. De egyszer csak sikerült. Én sem tudom, hogy, de egyszer csak már nem kellett. És úgy azóta se.
Na, akkor köszönöm szépen mindenkinek a sok kérdést. Hát remélem, hogy valami értelmeset is sikerült mondanom számotokra. Úgyhogy köszönöm, és további jó gyakorlást mindenkinek.